Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, önök heti rendszeressége jelentkező sportmagazinunk a Hajrá Sopron aktuális júniusi adását látják. Mai műsorunkban szezonzáró beszélgetést láthatnak Horváth Józseffel, a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia szakmai vezetőjével, majd tudósítást láthatnak a soproni darazsak nyári táboráról. Végül dr. Fehér Ákossal, a Turisz SE Sopron elnökével beszélgetünk az idei asztali tenisz szezonról. Sikeres és eredményes szezonon van túl a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia, hiszen számtalan korosztályban megméretődtek a fiatalok és remekül szerepeltek. Az elmúlt szezonról beszélgetünk a klub, az Egyesület szakmai vezetőjével, Horváth Józseffel, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Józsi, egy kicsit általánosságban fogalmazd meg a gondolataidat az elmúlt szezonnal kezdődően, az elmúlt szezonról, aztán utána rátérünk majd az eredményességre is. Hogyan tekintesz vissza a sportiskola idei szezonjára? Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres szezon mögött vagyunk, és bár minden évben azt mondtam, hogy ez volt most a legsikeresebb, de talán azt mondhatom, hogy megint ezt mondhatom, hogy ez volt a legsikeresebb. Több szempontból, az egyik szempont az ugye, hogy az akadémia akkreditációban sikeresen szerepeltünk. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és végre pont került a végére. Mi már több éve szerettünk volna akadémia lenni, a Soproni Sportiskola. Ugye tudjuk, hogy a lányvonalon a Soproni Darazsak már régóta akadémiai szinten működik itt a városban, és mi is megpróbáltuk ezt több éven keresztül. Volt egy sikeres audit, aminek a végén még nem osztották ki ezeket a díjakat, de most hál' Isten december-januári időszakban, inkább a januári időszakban került pont a végére, akkor megkaptuk az akadémiai címet a fiúvonalon. Azt gondolom, hogy talán ezért dolgoztunk több mint 10 évig, hogy ez sikerüljön, úgyhogy általánosságban mindenképp ez önmagában is egy nagy siker, de hogyha rátérünk a konkrét eredményekre is, akkor azt gondolom minden csapatunk A és B döntőbe volt, és ez talán még nem fordult elő az évek során, úgyhogy talán jogos ez az összetételű mondatom, hogy ez volt a legsikeresebb szezon. Beszéljük egy kicsit még az akadémiai címről. Néhány évvel ezelőtt, hát sok helyen, nem megbántva senki, de dobálóztak az akadémiai elnevezéssel, ugye azért ez egy rangot kölcsönöz. Az audit szempontjából mit vizsgáltak a szakemberek? Minek kellett megfelelni? Ugye az első körben valóban mondhatnák azt, hogy aki beadta az akadémiai pályázatot, azt elfogadták. Aztán az audit nagyon konkrétan vizsgálta a dolgokat ugye több szempontból. Először is megnézte azt a tárgyi eszköz repertoárt, amivel rendelkezik az Egyesület. Teszem azt, milyen termekbe edzünk, milyen öltözőkbe öltöznek a fiatalok, milyen gépeink vannak, így az erősítő gépektől elkezdve nyilván a labdákról, mezekről nem beszélünk, mert azok alap dolgok. De az erősítő gépeken túl különböző orvosi műszerek, illetve olyan háttér dolgok, amik szükségesek, vagy kellenek a kosárlabdához, és ez volt az egyik fele. Aztán a másik fele az a személyfeltétel nyilván. Itt is azért egy kicsit komolyabb volt a megfelelési kényszer, mint általában. Nem csak az edzők, nem csak az irodai munkatársaknak kellett itt jelen lenni az Egyesületnél, de mondjuk például tudományos munkatárs is kell, hogy legyen. Ugye nekünk hál' Isten van a Testnevelés Egyetemmel egy együttműködésünk. Alapító tagunk dr. Sterbenc Tamás, aki most a Testnevelés Egyetem rektorhelyettese. Ő egyébként a tudományos munkatársunk, de dolgozik az Egyesületünknél Lukács Szárszko, már szintén a Testnevelés Egyetemről. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tudományos háttérünk is biztosított volt. Aztán a továbbiakban pszichológus, rehabilitációs szakember, orvos, és gyakorlatilag ilyen személyekre is szükség volt az akadémia akkreditációnál. Hál' Isten jól szerepeltünk olyan ügyben is, hogy minden ilyen konkrét dologra volt egyrészt emberünk, másrészt voltak tárgyi feltételeink. És akkor jött a következő bázis, hogy milyen játékosok, milyen gyerekanyag áll rendelkezésre. Itt nyilván a létszámon túl figyelték azt, hogy milyen minőségi játékosaink vannak, válogatott kerettagok száma, illetve még egy nagyon fontos szempont volt, azok a játékosok, akik korábban kikerültek az Egyesülettől, ők milyen szintre jutottak, NB1-es szintre hány játékosunk jutott, tehát egy nagyon komplex vizsgálat volt, nem véletlenül zajlott több évig.
és ennek a lezárása után jöttek auditorok vizsgálni még az Egyesületet. Edzéseket látogattak, edzésterveket ellenőriztek, mérkőzéseket tekintettek meg. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon komplex vizsgálat után jött el végül is az a végeredmény, hogy mi akadémia lettünk. Tehát 10 évig dolgoztatok ezért, és gondolom azt is vizsgálták, hogy a gazdasági feltételek megvannak, egész pontosan az, hogy a társasági adó hozzájárulást megfelelő helyre költitek el, tehát tényleg az utánpótlás nevelésre. Igen, természetes, hát ez egy alapvető szempont volt, ugye a pénzügyi helyzetnek a vizsgálata. Azt kell, hogy mondjam, hogy erre különösen próbálunk figyelni, amióta ez a TAO támogatás van, amit azt gondolom, hogy egy hihetetlen jó lehetőség a magyar utánpótlás sportnak, hogy ez tényleg oda kerüljön, ahova szánták a döntéshozók, és igyekszünk a gyerekekre fordítani ezeket az összegeket. Néhány héttel ezelőtt már vendégünk volt a csapat egyik játékos, az U14-es csapat játékosa és vezetőedzője Csátai Gábor, ugye ők az A-döntő első helyezését érték el pont itt Sopronban, ez egy fantasztikus siker volt, de milyen más helyezésekről tudsz beszámolni, akkor most térjünk rá az eredményekre. Igen, hát természetesen én is ezzel kezdtem volna, és ezt emeltem volna ki. Az U14-es csapatunk valóban itt hazai pályán a Krasznai Ferenc sportcsarnokban tudta megnyerni ezt a bajnokságot. Azt gondolom, egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen. Ugye egy pontos győzelmet arattunk a Vasas ellen a döntőben, tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nem adták könnyen, de hál' Isten sikerült. Nekik ezúton is gratulálok, de akkor menjünk sorba. Ugye az U20-as csapatunk, ami nem kifejezetten sportiskolás csapat, ez a SMAFC-szal együttműködve dolgozik az U20-as csapatunk. Ők is döntősök voltak, és a döntőben Budapesten a 7. helyet szerezték meg, de azt gondolom, hogy 8-as döntőbe jutni már önmagában egy nagy siker. Az U18-as csapatunk B-döntős volt, ők szintén itt hazai pályán az egyetemen küzdöttek, ők a B-döntőben a 2. helyet szerezték meg, ez ugye összesítésben a 10. helyet jelenti. Az U16-os csapatunk szintén B-döntős volt, ők Nyíregyházán küzdöttek a B-döntőben, és összesítésben a 12. helyen végeztek, és a legkisebbek az U11-U12-es korosztálynál, ugye azt tudnunk kell, hogy ott nincs konkrét helyezés, oda be kell jutni, be lehet jutni az országos döntőbe, talán egy kicsit elszóltam magam, nekünk a kell, az a jó megoldás. Ott voltunk szintén mind a két döntőben, de ez egy ilyen zsembori jellegű megmérettetés, itt is vegyítve játszanak a gyerekek, de a lényeg az volt, hogy ott legyünk. Tehát az eredmények is hozták azt, amit elgondoltatok az év elején. Mit hoz a jövő? Ugye ilyenkor nyáron van egy kis leállás, de gondolom, hogy azért számtalan tábor, számtalan dzsembori veszi kezdetét ilyenkor. Igen, dolgozunk most is, az edzőink jelen pillanatban is tartják a nyári tábort, ami 3 hétig tart itt az iskola után, tehát az iskola befejezése után a nyári szünetben. Ez a kisebb korosztályoknak van, tehát az alsó korosztályoknak szervezzük a nyári tábort most már évek óta, de természetesen a háttérben dolgozunk a jövő évi stáb összeállításán, az iroda működésén, ugye ilyenkor vannak azért az anyagi elszámolások, a TAO leadás, ugye a társasági adóból dolgoztunk egész évben, és ilyenkor kell összegeznünk azokat a dolgokat, hogy mit mire költöttünk tulajdonképpen, és hát előkészítjük a következő évet, edzőkkel egyeztetünk, termeket osztunk be, tehát gyakorlatilag a munka nem áll meg, talán lesz egy-két nap pihenő, de dolgozunk folyamatosan, és akkor még nem beszéltem a játékosokról, akik ugye válogatott keretekben dolgoznak az egész nyáron. Lesznek-e változások a szakmai irányításban, a szakmai stábban? Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég különleges alkalom van, hiszen itt jelenthetem be a két új edzőnket. A napokban egyeztünk meg mind a kettőjükkel, úgyhogy talán a nézők most hallják először, de még a gyerekeink is most hallják először, a játékosaink és a szüleink is. Kezdeném a felső korosztállyal. Úgy döntöttünk a 3 egyesülettel közösen, hogy az SKC és MAPSZ és a sportiskoláról van szó természetesen, hogy egy közös koncepció mentén próbálunk dolgozni azon, hogy a fiatal játékosok, a 17-18 éves játékosok mielőbb eljussanak a felnőtt csapatba, akár a SMAZ-ba, akár az SKC-ba, és azért egy közös edzőt igazoltunk. Ő Molnár József egyébként, aki korábban Norvégiában és Új-Zélandon dolgozott, 15 évig volt külföldön és most hazatér, és hál' Isten sikerült vele megegyeznünk, úgyhogy itt bejelenthetem, hogy a SMAZ és az U18-as csapatunk új edzője Molnár József. Az U16-os csapatunknál ugye szintén változás fog történni,
hiszen Meszlény Róbert a Peachoz igazol, a Peach női együtteséhez, akinek ezúton is szeretném megköszönni azt a munkát, amit végzett itt nálunk, és természetesen sok sikert kívánok neki a pécsi csapatnál. Ő helyére azt gondolom, hogy talán egy hasonlóan nagy név és soproni név kerül, hiszen Sterbenc László veszi át az U16-os csapat irányítását, és az U14-es csapatnál már hál' Isten nem kell változtatnunk, ott változatlanul Csátalja Gábor vezetésével készül a csapat, reméljük, hogy hasonló sikerekkel, mint a tavaly évben, és Barlai Tamás pedig az U11-U12-es csapatnál fog dolgozni ugyanúgy, mint eddig. Tehát a sikeredzőn nem szabad változtatni meg a sikercsapaton. Egyébként, hogyha általánosságban arról beszélünk, hogy a fiatalokban látod-e azt, hogy integrálódhatnak a felnőtt csapatba, vannak olyan tehetségek, akik akár néhány év múlva egyfajta bázis jelenthetnek, egyfajta soproniságot a felnőtt csapatnál. Igen, és ezt tűztük ki következő célunknak, ez talán most a legfontosabb, talán még fontosabb, mint hogy hányadik helyen végez a egy-egy csapatunk. Én azt gondolom, hogy mindig van egy-két olyan játékos, aki erre alkalmas, de tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgok van a játékosoknak, edzőknek, felnőtt edzőknek egyaránt. Ezt a folyamatot szeretnénk segíteni, és nem véletlen, hogy ez a három egyesület az A csoportos, a B csoportos és az utánpótlás egyesület így összefogott. Most azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladatunk, hogy soproniakkal töltsük meg a felnőtt csapatokat. Igen, ugye ez egy kettős dolog, mert hogy kellenek a külföldiek az eredményesség miatt, de ugyanakkor fontos, hogy a fiatalok is beépüljenek. Nehéz megtalálni a balanszot. Számodra mit fog hozni a nyár, hiszen épp hogy tudtunk egy 20 percet keríteni erre a beszélgetésre, annyira elfoglalt vagy. Igen, bár gondoltam volna, hogy a nyár egy kicsit lazább lesz, de nem sikerült, ami nem akkora probléma, hiszen most már évek óta így van. Én Rád Géber László táborába utazom most, Bajára, ahol most már gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy több éve veszek részt, nagyon szívesen. Utána az univerziádi válogatottal van egy összetartásunk, ugye ebben az évben nem rendeznek univerziádét, az két évenként van, de jövőre Nápolyban kerül megrendezésre, és ebben az évben is készülünk egy hetet. Aztán lassan utána kezdődik a felkészülés augusztus 6-ától itt a sportiskolánál, de természetesen előtte is dolgozunk, úgyhogy van feladat bőven. Józsi, köszönöm szépen az évértékelést, sok sikert kívánok a következő évadra, remélem, hogy sokszor találkozunk az eredmények kapcsán, azért egy picit próbálj meg pihenni a nyár folyamán, köszönöm szépen, hogy befáradtál. Én is köszönöm, igyekezni fog. 21. alkalommal került az elmúlt héten megrendezésre a Soproni Darazsak Akadémia nyári kosaras tábora. Egy héten át különböző foglalkozáson vettek részt az általános iskola alsó tagozatos sportolói és tanulói. Játékos feladatokkal kezdték a nyári szünidőt a gyerekek a Novomatic arénában. A szervezők azért indítják évről évre a tábort, hogy a gyerekek a tanév végével se szakadjanak el teljesen a kosárlabdától. A tábor alapvető célja, hogy egyrészt az akadémián kosarazó lányok gyakorolják azt, amit évközben tanultak, kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, illetve olyan gyerekek is akár kipróbálják már ezt a sportágat, akik még nem az akadémia tagjai, de a jövőben esetleg beiratkozhatnak. A kosárlabdatábor középpontjában természetesen a sport áll, de emellett számtalan más program is színesíti a hetet. A 70 gyerekkel 4 csoportban dolgozunk, és a napi 2 edzés mellett nyilván nagyon sok játék van, kimegyünk velük levegőre, friss levegőre, játszótéren is, rajzolunk velük, megyünk egyszer egy héten mindig moziba, illetve a keddi napon, tegnap már voltunk egy egész napos kiránduláson, egy városnéző kis vonattal lementünk a Fertőre, ott hajóztunk egyet a gyerekekkel, majd a napot az Erzsébet kertbe zártuk, ahol szintén játszottunk velük, kidoboztunk, fogocskáztunk. A Novomatic arénában a tábor végeztével sem áll meg az élet. Július 7-én elrajtol az U20-as női Európa-bajnokság, melynek az előkészületei már javában zajlanak. A szervezők további önkéntesek jelentkezését várják. Véget ért az idei szezon az asztali teniszezők számára. A következő percekben a Soproni Turisz SE elnökével, dr. Fehér Ákossal beszélgetünk az idei szezonról és az elmúlt időszak eredményeiről. Tisztelettel és szeretettel köszöntelek, elnök úr, itt a stúdióban. Mikor legutóbb beszélgettünk, akkor nagy várakozással tekintettetek bizonyos utánpótlás, megmérettetésekre, bajnokságokra. Hogyan sikerültek ezek? Hiszen volt területi bajnokság, volt csapatországos bajnokság, és hát sorolhatnánk tovább. Kérlek, hogy tekintsél vissza az elmúlt hetek, hónapok eredményeire, eseményeire. Ezt is köszönöm a meghívást, és azt szeretném mondani, hogy a
utóbbi két évben, amióta elindult egy program, aminek az volt a célja, hogy az utánpótlásra még nagyobb erővel összpontosítsunk. Egyre jobban mutatkoznak az eredmények. A szezon végén három nagyon fontos verseny volt. Volt egy két országos bajnokság, újonc serdülő országos bajnokság. A csapatbajnokságban három csapattal indultunk, majdnem négyel, és az újoncoknál harmadik helyzettek lettünk, a serdülőknél pedig harmadik és hatodik helyzettek lettünk. Tehát egyre többen játszanak, és egyre javul ugye a formájuk ezeknek a gyerekeknek. Utána a Mohácson következett az országos egyéni bajnokság, ott is volt egy harmadik helyzetünk, és lányoknál, akik kevés lány van nálunk egyenlőre, bejutott a nyolcba, Tóth Nórika, de a többiek is egész jól szerepeltek. A területi bajnokság következett utána, erről tudni kell, hogy ez Nyugat-Magyarországot jelenti, és tulajdonképpen itt már a tavaly is mi uraltuk a mezőnyt, úgyhogy az legutolsó bajnokságon volt három aranyérmünk, két ezüstérmünk és egy bronzérmünk, tehát minden kategóriában érmesek lettünk. Tehát elégedett vagy ezekkel az eredményekkel és ezekkel a szereplésekkel? Igen. Ugye említetted ezt a bizonyos két éves periódust, két évvel ezelőtt kezdtél el tevékenykedni elnökként akkor a turisztese élén, hogyha visszatekintesz erre a munkára, arra a tímre, akivel dolgozol, akkor összességében elégedett vagy a klub fejlődésével, hiszen nagyon pontosan meghatároztátok azt, hogy az utánpótlás nevelésre nagyon oda akartok figyelni. Hát igen, azt hiszem, hogy egy út, amin megyünk, és ez az út nem zökkenőmentes, vannak problémáink, vannak, ahogy minden klubban is, vannak bizonyos esetekben nézeteltérések is, de úgy néz ki, hogy egyenlőre ezt uralni tudtuk, és mentünk ugyanebbe az irányba. Az egy nagyon fontos döntés volt még két év ezelőtt, hogy ne egy, ne kettő, hanem lehetőleg három edző foglalkozon a gyerekekkel, és a három edző mellett az első csapat játékosai, meg vannak olyan játékosok, akik máshol külföldön játszanak, de nálunk edzenek, hogy ők is úgy edzhetnek nálunk, hogy bizonyos időben játszanak a gyerekekkel is. Fontos az a gyerekek szempontjából, hogy ez, hogy idősebbekkel játszhatnak, egyfajta motiváltságot ad nekik, meg hát nyilván a versenyeztetés is. Tehát... Hát mindenképpen. Egyrészt az első csapat játékosai játszanak, idősebb és nagyon jó játékosok, másrészt pedig a veteránok is játszanak velük nagy örömmel, ők pedig azért különleges, mert nem annyira a stílusuk jó, hanem a különböző borítások használata, és ezt teszi kellemetlenné a játékukat, és ez is nagyon fontos, hogy ehhez hozzászokjanak a gyerekek. Nem megkerülhetetlen az, hogy a felnőtt csapatról is beszéljünk, ugye nem sikerült, ha hajszállal is, de nem sikerült bebiztosítani az élvonalban a tagságot, hogyan vélekedsz erről, és mit profitálhat ebből a soproni asztali tenisz, mert hogy úgy tudom, hogy távlatokba előre tekintetek, és próbáltok az utánpótláson még nagyobb hangsúlyt fektetni. Igen, az első csapatunk jó szerepelt, de hajszál hiány kiesett az Extraligából. Ez indította meg bennünket, és az eddigi évben kialakult különböző tendenciák alakítottak ki bennünk azt, hogy még jobban a serdülő, az újoncok és a kicsik a mi célpontunk, és nem kell annyira anyagilag támogatni egy első csapatot. Az első csapat, mivel ugye kevés pénzből gazdálkodunk, van három szponzorunk, akik nagyon sokat köszönhetünk, a tanulmányi erdőgazdaság, a önkormányzat és az ELZET, felületkező KFT. Ettől a három cégtől nagyon sok relatív pingpong szempontból sok pénzt kapunk, de hát ez nem lehet összehasonlítani mondjuk egy kosárlabdával. Hát nem egy látvány sport, igen, de azért megtesznek mindent. Megtesznek mindent, és nagy lelkesedések ugye támogatnak bennünket. Tehát ezért, mert limitált anyagi lehetőségeink vannak, ezért kellett választanunk, hogy ha jobban akarjuk támogatni a kicsiket, akkor a nagyokat nem tudjuk annyira
A nagyok különben is nagyobb részt maradnak, mint edzőpartnerek, de nem a turisztnak fognak játszani. Tehát, hogyha tárlatokban előre tekintünk, akkor a cél az, hogy Sopani helyi kötődésű és saját nevelésű játékosokkal megalapozzátok az asztali tenisz életet itt a városban, és ne adj Isten, egy kis idő múlva velük együtt szerepeljen ismét magasabb osztályban a csapat. Így van, ez a legfelsőbb cél, ez mindenki ezt hangsúlyozza ki, a szponzorok is ezt mondják, mi is már régóta erről álmodunk, hogy létrehozni egy olyan gárdát, olyan kicsikből álló gárdát, és ez most elindult az óvodásokkal, másfél éve elkezdtünk óvodásokkal foglalkozni, és onnan már jönnek, most van 12-3 gyerek, akik rendszeresen járnak az óvodások közül, iskolában mennek, ott is próbálunk kampányolni, és versenyeket szervezni, úgyhogy itt ebből lesz valami néhány éven belül, és már az első eredmények most látszanak. Kinek ajánlanád az asztali teniszt? Aztán még beszélgetünk sok minden másról. Ugye hát jelenleg is folyik a labdarúgó világbajnokság, a televíziók ontják a labdás sportágokat. Mégis, hogyha egy gyerkőcöt meg kéne győzni arról, hogy miért asztali teniszt ezen, akkor azt hogyan tennéd? Mit ad ez a sport? Hát a pingpongot el kell kezdeni játszani, és akkor nem kell semmiről beszélni, mert pingpongozni mindenki szeret szerintem, akárkivel beszélünk, akárki bejön a terembe. Sokszor fölmerül bennem, hogy ha valaki barátok közül eljön hozzánk, és szeretne néhányat ütni, hogy most akkor mit csináljunk, mit mutassunk neki, és nem kell semmit mutatni, egyszerűen csak elindul és játszik. Ezt tudni kell, hogy a pingpong a legnépszerűbb teremsport a világon. Az első számú. Másrészt ugye Sopronban nagy hagyománya van. 45 óta van pingpong klub valamilyen formában, ez a mi klubunk 20 éve van meg, és pingpongot lehet mindenütt játszani. Könnyű játszani, és 0-tól 100 éves korig mindenki játszhatja. Hogyha mondjuk esetleg baráti társaságok vagy cégek szeretnének elmenni hozzátok asztali teniszezni, van-e arra lehetőség kvázi csapatépítésként is, hogy kipróbálják magukat ebben a sportágban? Igen, mindenképpen ez egy nagyon nagy célunk, hogy jöjjenek el a különböző cégektől és tartsanak ott nálunk. Mi ezt megszervezünk nagyon szívesen, akár versenyt szervezünk, olyan körülmények vannak nálunk, amik tényleg elsőrendűek, a terem is nagyon jó, és nagyon szívesen tartunk csapatépítő pingpongozást mindenki számára. Milyen egészségügyi hatásai lehetnek az asztali tenisznek? Hogyha felmegyünk egy videó megosztó portálra, hát 90 éves embereket is lehet látni asztali teniszezni. Tehát egyfajta élettani hatása is van, gondolom, ennek a sportágnak, túl a fiziológián. Igen, az élettani hatásai egyre jobban kimutatkoznak, és egyre többen foglalkoznak vele. Úgyhogy a legutolsó világbajnokságon sokan beszéltek arról, hogy New Yorkba elindult egy Parkinson pingpong nevű kezdeményezés, ahol a Parkinson betegségben szenvedőket próbálták toborozni és sikerrel, mert kiderült, hogy aki Parkinson porban szenved és elindul a betegség, ha pingpongodik, akkor sokkal kisebb, sokkal kevésbé mutatkoznak ki a tünetek, és egyfajta javulás is elindul. Volt egy zenész, aki nem tudott már föllépni, mert gitáros volt, és 60-70 éves körül lehetett, és utána a betegséget megkapta, elkezdett pingpongozni, és újra elővette a gitárját, és ilyen irányt szeretnénk mi is valahogy fölvenni, mert a vezetőedzőnk Tóth Tibor például a para olimpián is szerepelt, egy tolószékes fiúval, aki negyedik helyet szerezte meg, úgyhogy ez a másik, mozgáskorlátozottak, olyanok idősebbek, akár a fiatalok, akiknek ilyen problémáik van, nagyon-nagyon sokat tud segíteni a pingpong. Mert állandóan kell összpontosítani, állandóan mozogni, és ez úgy néz ki, nagyon jó befolyásolja az idegrendszert, a fizikális állapotot is, és itt most már vannak tudományos eredmények is, amikkel alá lehet ezt támasztani. Tehát van egyfajta rekreációs hatása is. Igen, ennek a rekreációs plusz, igen. Ákos, hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor hogyan folytatódik most a szezon végeztével a gyerekek programja? Nyáron vannak edzések, és
hogyan várjátok a következő évadot? Igen, most szünet van, múlt kedden volt az évzáró, és most 16-18-áig nem lesz pingpongozás. Akkor viszont teljes erővel elkezdődik, kétszer naponta fognak edzeni, kétszer két órát fognak edzeni a versenyzők, a kicsik is, meg a nagyok is. Edzőtáborok vannak kilátásban, Hannoverbe megyünk, próbáljuk tartani a nemzetközi kapcsolatokat is, és augusztus közepétől, 20-ától kezdődnek a versenyek. Szóval összességében dacár annak, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak nem sikerült bebiztosítani az élvonalbeli tagságát, azért optimistán tekintetek a jövőre és a soproni asztali tenisport népszerűségére. Igen, igen. Nagyon optimisták vagyunk. Bízunk benne, hogy a következő évad végeztével is sok szép utánpótlás sikerül tudunk beszámolni. Eredményes működést kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. A sportprogramok előtt pedig tenisz, tornát nyertek babosék. A babos tíme a Krisztina Mladanovic magyar-francia duó megnyerte a 936 ezer dollár özdíjas első birminghami füvespályás női tenisztorna páros versenyét, miután a fináléban szett hátrányból fordított. Az ausztrál nyílt bajnokságon címvédő kettős, az angliai torna első kiemeltje, az Alice Mertens, Demi Schuurs belga-holland duóval találkozott, és 33 percnyi játékot követően játszma hátrányba került. Babosék a második szedben kétszer vették el ellenfelük adogató játékát, és 31 perc alatt egyenlítettek. A 17 percig tartó döntő rövidítésében 5-5 után már végig Baboséknál volt az előny, akik harmadik mérkőzés labdájukkal lezárták a finálét. A magyar játékos pályafutásának 19. tornagyőzelmét aratta a párosban, Mladenovic társaként pedig az 5. Július 7 és 15-e között városunkban kerül megrendezése a FIBA U20-as női kosárlabda Európa bajnokság a Novomatic arénában. Július 8-án vasárnap reggel 9 órától rajtol a soproni ünnepi hetek sakkupa. Július 13-a és 15-e között kerül megrendezése a Fertőtavi vitorlás telepen a Decathlon Kupa Optimist ranglista verseny. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Hajrá Sopron, a Sopron Televízió sportmagazinja. Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a sopronmedia.hu hírportált, illetve annak Facebook felületét is. Találkozunk egy hét múlva, minden jót kívánok, Hajrá Sopron!